A tiszafüredi járási ügyészség vádat emelt egy tomajmonostorai férfi és élettársa, 32 éves nő ellen, kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt. A vád szerint az élettársi kapcsolatban élő férfi és nő közösen nevelték Tomaj monostorai otthonukban a cselekmény idején 5, 12 és 14 éves gyermekeiket, akik vonatkozásában az illetékes jegyző korábban több alkalommal védelembevétel elrendeléséről döntött, a szülőpár alkoholizáló életvitele, párkapcsolati konfliktusai, a megfelelő lakhatás hiánya, a gyerekek higiéniai és gondozási szükségleteinek elhanyagolása miatt. Az apa és az anya rendszeresen heti 5-6 alkalommal látogatta a helyi sörözőt, ahonnan csak órák múlva leittasodva tértek haza. Gyakran előfordult, hogy a gyerekek bementek a kocsmába és ott keresték szüleiket, illetőleg felügyelet nélkül csavarogtak, járták a település utcáit. 2020. május 25-én a család garázsában ismeretlen okból tűz keletkezett. Ekkor a három gyermek a házban tartózkodott, szülői felügyelet nélkül. A szomszéd értesítette a tűzoltókat. A családházához tartozó garázsban tűz ütött ki ismeretlen okból. Ekkor a gyerekek ugyancsak szülői felügyelet nélkül voltak a házban. A szomszéd értesítette a tűzoltókat, akik kivonultak, megkezdték a tűzoltását. Ekkor az édesanyja ismeretlen helyen tartózkodott, az apa pedig szokásához híven a helyi sörözőben italozott. Tanuk elmondása igazolja azt, hogy a középső kisgyerek, 12 éves kislány, lélekszakadva beszaladt a kocsmába, és közölte az apjával, hogy apa ég a garázs, mire a férfi annyit mondott a gyermekének, mindjárt megyek, csak megiszom a sörömet. Az ügyészség álláspontja szerint a szülők kötelezettségeik elhanyagolásával súlyos fokban veszélyeztették mindhárom gyermekük érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését. A járási ügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a bíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönt szabjon ki mindkét vádlottal szemben. Az ügyben első fokon a tiszafüredi járási ügyészség fog döntést hozni.